Fut most a csatornán egy nyereményjáték, amely keretein belül kisorsolunk 3x 5000 forintot, 5 darab firmitesos napszemüvegszettet, illetve 15 darab Sherlock Robertes dedikáló kártyát, amiket bam bam bam, így írtam alá nektek. Ahhoz, hogy megnyerd ezeknek valamelyikét, nincsen más dolgot, csupán a leírás első linkjén keresztül beregisztrálnod, amely fragsheet.com/elekrobi, ezt úgy tudod megtenni, hogy rákattintasz a linkre, utána pedig a jobb felső sarokban lesz egy zöld gomb, amelyre az van írva, hogy sign up, utána bejön egy űrlap, ahol meg kell adnod egy felhasználó nevet, az e-mail címedet, majd kitalálnod egy jelszót a profilodhoz, utána elfogadod a felhasználási feltételeket, majd pedig a kék submit gombra kattintasz, ezután pedig a leírás második linkjére rámész, ott pedig megadod a teljes nevedet, illetve azt az e-mail címedet, amellyel beregisztráltál a Fragsheetre, és már meg is vagy, és részt veszel a nyereményjátékon. Na de akkor, térjünk is vissza a videónkhoz. Sziasztok, én Robi vagyok, és itt is vagyunk a legeslegújabb videómban. Köszöntök mindenkit nagy-nagy szeretettel, és mindenkinek csodálatos napot szeretnék kívánni. A most következő videómban pedig egy tanulságos kisfilmet hoztam el nektek, szokás szerint a Dharma nevezetű csatornáról. Ennek a történetünknek pedig most az a címe, hogy a gyerek egyszerűen nem megy aludni éjszaka, és ezt bizony nagyon, de nagyon megbánja. De mégis miért nem? Mi jobb dolgod van az alvásnál? Nagyon is fontos, hogy kipihent legyél, hát bele betegszel itt, hogyha nem alszol rendesen. Szóval szerintem már tudjuk is a videónknak a tanulságát. Egyébként azt hallottam, hogy azok az emberek, akik nem lájkolják be ezt a videót, bizony, nagyon, de nagyon ráfáznak, ugyanis az álom Manu elátkozza őket, és nem fognak ezen túl rendesen aludni. Szóval mindenféleképpen fejjétek szét azt a like gombot! Micsoda kis promóim vannak itt. Na de akkor kezdjünk is bele. Borzalmas vagy? Hogy megijedt? Már neki nagyon, de nagyon régóta aludnia kéne, mi? Te mégis miért vagy még fent? Hogy pörög is a fortika? Erről van szó. Sejtettem, hogy valami hasonló lesz. Már fél órája aludnod kéne, fiam. De azért... valljuk be, hogy nem sunyin csinálja ezt az egészet, és ordítozik meg mindenet. Mit hittél, hogy nem fogsz lebukni? Már este 9 óra 30 van, neked pedig suli időben már 9-től aludnod kell. Megvan a nyomós oka, hogy miért kell ilyen korán lefeküdnöd. Hát kipihennek kell lenned. Ennyire nehezedre esik, hogy időben menjél aludni. Még 5 perc, anya. Iskolád van holnap. Hát itt aztán. Vagy szigor van. Csóri srác. Ne is beszéljünk arról, hogy pár nap múlva a Dharmán stúdióba kell menned. Pihenned kell, fiam. Még mindig forma ez a kisrác az anyukának, pedig már nagyon, de nagyon elege van, hogy nem tudja fegyelmezni. A srác pedig örülnek, hogy végre játszhat. Na de mindjárt jön az apuka, és extrán bekeményít. Nem akar egyszerűen aludni menni, hanem ébren akar lenni, és videójátékozni akar. És te nem hagyod? Hogyha nem pihennék ki magát, nem lenne energiája. Hoppá, hoppá! Ez a srác egyébként az anyukának a másik fia, hogyha jól értelmezem, és mondja, hogy kéne tanítani a kisrácnak egy leckét, ugyanis gondolj csak bele, hogy a holnapi napja mennyire borzalmas lenne, hogyha nem pihennék ki magát, és egész éjszaka videójátékozna, abból biztos, hogy tanulna. Na vajon be fogják ezt adni? És az anyuka fülébe elültette a bogarat? Pörgeti is este az energiaitalt, meg a kis műzlit. Ne! Mondd azt, hogy nem fogsz este 9:30-kor energiaitalt itatni a gyermekeddel. Kérlek szépen. És visz még neki kávét is.
Ilyen az év anyukája. De a kisrác tudja, hogy nagyra fogja értékelni, hogy mégis mi történik itt? Fent maradhatok egész éjszaka, és még kávét, meg energiaitalt is kapok? Már minden haverja elmegy aludni, ugyanis késő van, és holnap iskola. Ők tisztában vannak vele, hogy ki kell pihenjék magukat. Anya, hagyj játszak még! Azt hitte, hogy nem fogja hagyni az édesanyja, hogy játszon. Erre pedig, mintha kicserélték volna, hogyha játszani szeretnél, még rendben van. Ez valami trükk? Nem. Addig ébren maradhatsz, fiam, ameddig csak szeretnél. Hoztam neked pár cuccot, amelyek segítenek ébren maradni. Anya, te lázas vagy? Biztos, hogy jól vagy? Te komolyan energiaitalt hoztál nekem az ágyba. Pedig eddig sohasem engedted, hogy igyak. Ja, elfelejtettem. Van egy kitétel. Bármi is történik ma este, holnap menned kell iskolába, és nem szeretnék kifogásokat hallani. Szuper, meg is egyeztünk. Na ebből a leckéből biztos, hogy tanulni fog. Hát de már az osztálytársaid alszanak, kivel fogsz játszani egyedül? Ez lesz életem legeslegjobb éjszakája! De jó amúgy, hogy így a saját bőrén megtapasztalja, ugyanis az édesanyuka... Hát a srác nem szereti a kávét. Hónapokon keresztül próbálkozhatott volna ezzel, de nem tudta volna neki megtanítani a leckét enélkül. Így pedig bizony rá fog jönni, hogy a pihenés nagyon is fontos. De csak nem lesz annyira felelőtlen, hogy komolyan egész éjszaka játszani fog. Pörög is az Angie este 10-kor. Ő már konkrétan egy más világba került. Ú, de felpörgött. Nagyon komolyan meg volt csinálva az egész. Még kólákat is iszik rá? Már este 11 van. Ezt a dharma részt pedig mi is láttuk itt a csatornán. Kajakra nem fog aludni egy percet semmi. Hajnal 1 van. Neki pedig nagyon is fel kell reggel kelnie. Hajnali 3:30 van. Nem már, srác. Hát mennyi energiaitalt iszol meg, te állat? Reggel 5 van már. Na, valamennyit. Csak aludt. És mindig játszik. Srác. A Derek, a haverja, meg az osztálytárs, aki meghívta most Fortnite-ozni. Ő biztos vagyok benne, hogy aludt. Most keltem fel, haver. Arra gondoltam, hogy tolhatnánk egy menetet még suli előtt. Várjál már. Reggel 7 van már. Annyira bele volt mélyedve a játék, vagy fel sem tűnt neki, hogy már reggel van. Jaj, a régi szép idők, amikor velem is volt ilyen. Rendes, nosztalgikus. Flash sem lett. Nem vagyok matematikus, de bármennyire is számolom, hogyha most megpróbálsz egy kicsikét aludni, attól nem leszel kipihent. Pár percet legalább fog tudni. Csóri mennyire fáradt, és hogy be is dől az ágyba. De az anyukáddal megvolt az egyességed. Hogy bizony? Good morning, sunshine. Menned kell holnap suliba. Hogy reggel 7-kor szokott kelni, és az anyja már kelt is, hogy szép jó reggelt, édesem! Kelj csak fel szépen! Tudnál adni nekem egy kis időt? Nem, nem. Volt egy egyességünk, emlékszel? Gyerünk, öltöz fel! El fogunk késni a suliból. Hagyjad már, anya, inkább elkések.
Konkrétan állva elaludna már. Gyerünk, siess, menjünk! Legalább viseli a tetteinek a következményét. Súlyát, micsoda reflexei vannak, azt sem tudja konkrétan, hogy mégis hol van. You guys must not know. They call me. Jaj. Na! Hogy kosárra dobtál? Hát, miattad fog veszíteni a csapatot. Ő elalszik ott is! A pálya közepén! Haver! Ez volt életed leges-legrosszabb kosárra dobása. Bocs, srácok! Csak szükségem van 10 perc alvásra, és meg leszek, nyugi! Valaki tudna hozni egy párnát, vagy valamit? Jön is a tesi tanár! Hagyj aludjak egy kicsit, tanár úr! Egész éjszaka fent voltál, mi? Hát, lehetséges. Rossz ötlet volt. És ilyenkor lehet a legjobb futni, meg sportolni, amikor azt sem tudod, hogy hol vagy. Majd alszol valamelyik órán, haver. De csak nem. Nem mi? Bajba fogsz kerülni, tartsd nyitva a szemeidet, haver. Jól vagyok, nyugi már. Miért érzem, hogy a tanár őt fogja felszólítani, csak hogy szivassa? Jay? És még horkol is. Ezért tudja, hogy beírást fog kapni. Meg egy csomó bajba fog kerülni. Itt vagyok, ébren vagyok. Csak meditáltam. Jaj, mekkora tag ez a gyerek. Matek. És most... Miután felkelt, egyből kimenne a táblához és megold rá, tudjátok. Nem már! Őt hívja ki! Biztos, hogy kimenjek. Egyszerűen fejben nekem sokkal jobban megy. Látja, tanárnő, így. De azt szeretném, hogy a táblán old meg, ne a fejedbe. Na, mennyire friss és kipihent? Hát nem volt fent egész éjszaka, persze, hogy nem volt fent. Hajrá, srác! Meg tudod oldani. Szerintem kb. Az álmosságtól a táblát sem látja rendesen. Hát egy kicsikét. Bajba kerültem most, tanárnő. Hát de nem értem, te mindig is. Jó voltál. Matekban. Szerintem a válasz a B. Ja, hogy nincs is olyan opció. Nem már, csórit mindenki szivatja. És miközben elaludt az ebédlőben. A fejére írták, hogy loser. Szegény srác. De ez egy olyan nyomot fog hagyni benne, amit még évek múlva sem fog elfelejteni. Mégis mi történt veled, édesem? Figyelj, anya, nem szeretnék erről beszélni, csak kérlek, vigyél haza, és hadd aludjak. Oké, rendben van, de előtte lesz egy kis kitérőnk. Mégis hova? Elég szivatás érte már a srácot. Nehogy még az anyja is trollkodjon, és egy újabb leszkét tanítson neki. Ne! Én csak aludni akarok! Ne legyenek kitérőink, kérlek! Felhívott engem a Dharmán stúdió, és most szeretnének téged látni. Kérlek, mondd azt, hogy viccelsz! Nem! De hogyha... Nincs kedved hozzá, a gondolt, felhívhatom őket, hogy nem akarod te ezt.
De muszáj pont ma, amikor ennyire brutálisan fáradt vagyok. Ráadásul Darman is ott lesz. Itt is van a szereplőválogatás jelentkezőkkel. Egy kicsikét éld jobban bele magadat. Vigyél bele érzelmeket. Szóval látod? Most már jobb. Köszi, hogy jöttél, majd értesítünk. Na vajon a srác hogy fog szerepelni itt? Konkrétan járni nem tud rendesen. Ez is már a szerep része. Ha így is megkapja, akkor azért... Nagyon jól ki van ezt találva, hogy kajakra a valóság, meg a Darman világ között ilyen összefüggések vannak, meg minden. Meg is érkezett Darman! Bocs, hogy egy kicsikét késtem, de az új podcastemet vettük fel. Most néztem meg a Mr. Beast-es podcastedet. Szóval te vagy Jay, ugye? Mennyire nagy balszerencse ez, hogy pont akkor van ez, amikor nincsen a legeslegjobb formájában. De megpróbál mindent beladni, fel is készül, és... Tudod a szövegedet, ugye? Hát persze, hogy tudom. Nem tudja. Nagyon, de nagyon fáradt. Bocsi, mi is az első szövegem? Van egy olyan érzésem. Hogy nem fogja elvarázsolni őket, nem tudja rendesen a szöveget. De közel voltál hozzá, haver. Szegény srác. Mennyire kínlódik. És mennyire fáradt. Hát egy percet nem aludt szinte. És beég a példaképe előtt. Ennél rosszabb egyszerűen nem is történhetett volna vele. Nagyon-nagyon sajnálom. Össze-vissza beszél, és köze nincsen az eredeti szöveghez. Nagyon sajnálom. Ő nem mindig ilyen. Jól szokott viselkedni. Esküszöm, csak most eléggé ideges, meg fáradt. Na az anyuka vajon ki fogja menteni? Semmi probléma, próbáld ismételten. Össze-vissza beszél és rettentően beég. Bocsánat. Mondtam már, hogy tudok táncolni? Hoppá, hoppá. Hát ezzel sem nyert el a szerepet. Na de vajon fog kapni egy második esélyt? Mindenkinek jár a második esély. Na de most már legalább aludt rendesen és kipihente magát, nem? Nagyon sajnálom, ébren vagyok. Nem szeretnék elkésni a suliból. Látjátok, hogy mekkora traumát okozott benne? Ebből nagyon is tanult. Hány óra lehet most? Este 8:30. Nem is tudom, hogy mégis miért alszol már most. Aha, na vajon miért? Nem szerettelek volna felébreszteni. De jó híreim vannak, meg érdekesek. Nem várhat ez az egész, csak szeretnék visszafeküdni az ágyamba. Jó, persze, nem probléma. Majd elmondom reggel. Hogy mi? Megkaptad a munkát Darmannél. De mégis hogy, amikor így teljesített? Most akkor jó ét. A Naruto futás ott is volt, ő az én emberem, hát hogy nyomatja neki? Nem csoda, hogy megkapta.
So even though you couldn't remember any lines, apparently. Oké. Hogy semmire nem emlékeztél, és nem tudtál egy helyes mondatot sem elmondani, de megfogtad őket a személyiségeddel. És szeretnének vele dolgozni. Hogy örül neki, de hát nem csodálom. Tudom, anya, tudom, anya. Fel kellett volna jobban készülnem. De mivel így is megkaptad a munkát, itt is van a kis Angie meg kávé. Egész éjszaka ébren maradhatsz és Fortnite-ozhatsz a gondolat. Csak kapcsoljuk le a lámpát és hagyj el aludni, anya. Hogy megváltozott egy éjszaka alatt a srác? Igazad volt, anya. Nagyon fontosak a szabályok. Kérlek, hagyj aludjak végre. Rendben van, fiam. És hogy örül az édesanyja fejének, hogy bizony egy leszkét tanított a gyermekének. De csóri csávó, én őszintén bevallom, hogy azért sajnáltam nem is kicsit, de ezt az egészet saját magának köszönheti, de legalább tanult belőle, és az biztos, hogy ez egy életre szóló lecke volt számára. A végén minden jó lett, megkapta a szerepét, utána már hallgatott még jobban az édesanyjára, meg ki is pihente végre magát. Szóval mi kell még egyszerűen? Rettentően éltem én ezt a sztorit, remélem, hogy nektek is bejött. Hogyha igen, akkor mindenféleképpen csapassatok erre a videóra egy hatalmas nagy lájkot. Ott van minden lent a leírásban, a gameplay csatornámmal együtt. Oda is kérlek iratkozzatok fel. Hogyha pedig még nem tettétek volna, mindenféleképpen nyomjátok be a csengőt. Én Elek Robi vagyok, majd hamarosan találkozunk egy újabb videómban. Addig is, szevasztok!